Köszöntöm nézőinket a Gazdatúrában. Mai műsorunkban a 2021-es Omikról számolunk be. Maros megyeiek is részt vettek az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron Budapesten, az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás kísérő rendezvényeként a Hungexpo területén, az E és B pavilonokban az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum szervezésében. Az idén a 84. alkalom volt, a 80. alkalommal szervezték meg az Omékot. Most a vadászati világkiállítás társ rendezvényeként került megszervezésre az Agrárminisztérium szervezésében. Itt a Kárpát-medence kincsei felületen vettünk mi is részt. Mi a Népi Mesterségek Udvara elnevezésű koncepcióval voltunk kint ezen a kiállításon. Ez mondjuk kérés is volt a minisztérium részéről, hogy ez egy picit ugye integráljuk a vidékkel, a természettel és a vadászati világkiállítás tematikájával ezt a kiállítást, és úgy gondoltuk, hogy akkor olyan mesterségeket jelenítünk meg egy általunk felállított hagyományos csűr maketbe, akkor fogalmazunk így, mert természetesen ugye nem egy valós épületet állítottunk fel, viszont több tíz, sőt azt hiszem több mint száz éves fából gyakorlatilag alakítottuk ki azt a csűrt, ahol a közösségi terünk volt, hogy fogalmazzunk így. Emellett voltak azok a népi művészek, népi mesterségeknek a művelői, akik ott élőben mutatták be a fafaragást, a szövést, a csuhával való művelést, akkor mondjam így, vagyis azokat a termékeknek a készítését, amit ugye kukoricacsuhából lehet. Ugyanígy egy bőrészművesünk volt kint, és nagyon sok termelő. Körülbelül így nézett ki a kiállításunk. Itt ugyancsak Sikó László kollégám úgy is fogalmazta meg, hogy múlt, jelen és jövő. Ezt ugye azért, mert egy drónokat forgalmazó, mezőgazdasági permetező drónokat forgalmazó cég is részt vett, így ez már a jövőt képviseli, szóval szerintem ez így eléggé kerek történetnek sikeredett. A tematika az ugye az említett forgatókönyv szerint ment. Mi szerdán érkeztünk, csütörtöktől volt a hivatalos megnyitó, szerdán építettük fel a standunkat. Merem állítani, hogy talán az egyik leglátogatottabb stand volt, és így a pont annak a koncepciónak, amit ugye ismertettem megfelelően, az egyik legélethűebb is. Ez látszott a látogatottságban is, ugye a kiállítást látogatók, mind a partnerszervezetek és akár a minisztérium, vagy akár más intézményeknek a vezetői részéről egy kiemelten látogatott és egy nagyon dicsért standunk volt. Büszkék vagyunk mi is rá, és büszkék voltak a partnereink is erre. Agrárminiszter úr több mint egy fél órát töltött a standunkon. Neki át is adtunk egy kopjafát, az összefogás kopjafáját ajándékba, amit ennek egy része pont ott készült el, úgyhogy úgy gondolom, hogy méltóan képviseltük ezt a 80. Omékot. Az mindenképpen látszik, erről ugye beszélhetünk, hogy az Agrárminisztérium támogatásának és a falugazdász hálózatba vállalt szerepünk és az ezáltal alkalmazott falugazdászainak köszönhetően azért egy sokkal értékesebb és sokkal nagyobb volumenű munka folyik. Ezt, ahogy látjuk, a partnereink és a társszervezetek is értékelik, így sokkal hangsúlyosabban tudunk megjelenni, és tudunk megjeleníteni olyan termelőket és olyan elképzeléseket. Itt ugye sok mindenről beszéltünk, többek között ugye jövőről is, ami szükséges ahhoz, hogy Maros megye is megfelelő és a méltó helyét foglalja el ezen a palettán.
Maros megyei termelőket, Maros megyei termelők termékeit vitték el az Omékra, de ez mellett programmal is készültek. Igen, hát a programok kapcsán azt ugye rögtön avval kezdeném, hogy a Maros Művész Együttes meglepett minket, ezt külön köszönjük. Felemelő érzés volt látni a táncosaikat egy ilyen alkalom kapcsán. Ezen kívül volt vasárnap két fellépés is, amikor Maros megyei táncokat mutattak be. Erre felkértük a Corvin Közgáz Egyesületnek a táncosait, és a Dűvő zenekar húzta talpa alá valót. Ugyanígy velünk is fejeződött be a kiállítás, itt közösen elénekeltük ugye himnuszainkat, és gyakorlatilag így fejeződött be a 80. Omék. 2010-től partnerei vagyunk az Agrárminisztériumnak ebbe a munkába, amit ugye itt mi is végzünk. Ezt még egyszer hangsúlyoznám, én úgy értékelem, és nem csak én, hogy ez a sikertörténet. Itt együtt gondolkozunk, együtt tervezünk, együtt valósítunk meg bizonyos dolgokat, és hát ez az, ami gyakorlatilag értékessé teszi akár ezt a kiállítást is, akár ezt a munkát is, mert így azért egy Kárpát-medencei tér az egy nagyon komoly koncepció is, meg egy nagyon komoly felület is, itt ugye a sokszínűségre utalnék, ami hát tudunk egymástól tanulni, egymásból erőt meríteni, és együtt olyan programokat futtatni és megvalósítani, mert úgy gondolom, hogy minden gazdának egy jó lehetőség. Természetesen az, hogy kinek milyen lehetőség, az elsősorban az egyéntől függ. Mi itt vagyunk, képesek vagyunk segíteni, a rendszer az működőképes és felállt. Ha valaki ugye partnerséget szeretne, akkor mi ebbe tudunk nagyon jó partnerek lenni, úgy a szakmaiságban, úgy a beszerzésbe, akár az értékesítésbe, marosi termékvédjegyen keresztül, és még nagyon sok mindenbe, hogyha van erre igény. Mi nagyon sok programot fogalmaztunk meg, erről ugye a maga idejében és a maga helyén adtunk tájékoztatást és beszéltünk róla. Most is csak azt tudom mondani, hogy a gazdák, akik nyitottak, akik szeretnének ugye előre lépni és fejlődni, akkor keressenek. Itt ugye nem feltétlenül az értékesítés a fő szempont. Voltak olyan gazdatársaink kint, akik és termelőink, akik itt helyben is értékesítettek, voltak olyanok, akik úgy csak megmutatni szerették volna, vagy megmutatni akarták magukat. Szóval ez az a szint, ahol a Kárpát-medence látja, hogy hol tartunk. És ha visszagondolok arra, hogy mondjuk 12 évvel ezelőtt milyen termékekkel és milyen felhozatallal voltunk jelen, akkor azt kell mondanom, hogy óriásit fejlődött ez a dolog. Természetesen van még hová fejlődni. Itt ugye gondolok arra, hogy nagyon sok termelőnknek nincs engedélyezett terméke, vagy ugye az értékesítésbe még nem lépte meg azt a minimális szintet se, ahol egy jogi formán vagy egy adózott formán keresztül értékesítsen. Ezt meg kell érteni, hogy ez a jövő. Ezen kívül természetesen fontos lenne az a fajta összefogás, amit akár szövetkezeten, vagy akár csak az értékesítésben egy közös koncepció alapján lehetne megvalósítani. Enélkül nem igazán tudunk szerintem hatékonyak lenni, de így is az látszik, hogy akik ebbe a körbe beléptek, azok már egy nemzetközi szinten is mérhető minőséget és egy mérhető színvonalat képviselnek. Ez nagyon fontos. Enélkül nincs jövő, mert azért a fogyasztói igények azok ugye abba az irányba tolták el az értékesítést, hogy ezekre szükség van. Ezt meg kell érteni, nem ördögtől való szerintem. Mi ebbe megint tudunk olyan partnerek lenni, hogy gyakorlatilag meg tudjuk fogni a termelő kezét, aki hajlandó bevállalni, vagy egyáltalán hajlandó tovább lépni, és végig tudjuk vezetni ezen a folyamaton. És vannak, akik már kezdetektől ott vannak, ugye, ahogy az Oméknek önök partnerei lettek. Igen, hát erre utaltam, hogy gyakorlatilag van olyan, aki kezdte úgy, hogy egyszerű magánemberként vett részt, azutána már címkézett, azutána, sőt van olyan, aki már engedélyeztette, sőt van, akinek már saját feldolgozója van. Hát látszik az a fejlődési folyamat, ami normális, hogy nem egyik percről másikra megy, nem is szükséges egyik percről másikra. Hát itt ugye pont ebben a szempontból
a 10 év vagy 12 évnek a munkája az, ami, és közben ebből él meg. Nagyon jól, véleményem szerint, mint ahogy ugye mi is. Szóval azért a megfelelő szakmai és megfelelő minőségi munkának mindig van eredménye. Buszos kirándulást is szerveztek. Igen, hát sajnos itt ugye a járvány helyzetre való tekintettel ez nem volt egy sikertörténet, de egy 20 személy meg tudott látogatni az Egyesület vezetőségéből és gazdatársaink jelenlétével. Volt egy kétnapos kirándulás is, akik szerették volna ezt meglátogatni. Hát igazából voltak mások is, akik ugye külön magánúton jöttek el. Nagyon sok ismerőssel találkoztunk igazából, úgyhogy ez is egy siker. Igazából évente több szakmai kiállításra kötelező módon minden gazdának el kellene menni. Az aktuális szintet gazdálkodói, technológiai és akár értékesítési és más mezőgazdasága és a vidékkel kapcsolatos aktuális állapotot, akkor fogalmazok így, azt itt lehet lemérni, itt lehet látni. Természetesen ez alkalom arra is, hogy akkor az újdonságokkal, új technológiákkal megismerkedni, olyan emberekkel, olyan gazdákkal, olyan cégekkel, akik esetleg újak és ugyanúgy kapcsolatot lehet felvenni. Szóval enélkül nincs megfelelő gazdálkodói szint, és nincs megfelelő hozzáállás. Nem új dolog. Ez 1800 akárhánytól van omék. Azért volt a 80-at, ugye vissza lehet osztani. Szóval nem egy új találmány. Nem ördögtől való, sőt, egy szükséges. Nem csak az omék, nem csak a világkiállítás, hanem az összes olyan szakmai kiállítás, amit a vidék és a gazdálkodás témakörbe szerveznek, erre el kell menni. Úgy a magyarországira, és erre ugye mindegyikre szerveztünk eddig is ilyen szervezett kirándulást. Mondjuk csak könnyebb vannak, akik ugye nem biztos, hogy meg tudja engedni magának, hogy külön belül egy autóba, és akkor elmegy. Itt is a kapcsolatainknak megfelelően, vagy köszönhetően, a kapcsolatainknak köszönhetően nagyon olcsón tudunk jó szálláshoz jutni, akár az ellátáshoz is, itt is a belépőt a minisztérium biztosította, szóval ha ilyen körülmények között se hajlandó valaki úgymond ellátogatni, hát magára vessen, szóval nem tudok, nem fenyegetően, csak egyszerűen tényszerűen. Én emlékszem, 90-es évek elején egy svájci kormány megbízott, aki mezőgazdasági vonalon tevékenykedett, különben mai napig is tartjuk a kapcsolatot, az úgy fogalmazta meg a kiállításokon való részvételt, hogy az a gazda is az oktatásban való részvételt, hogy az a gazda, aki 2-3 évig nem vesz részt oktatásba, továbbképzésbe, és nem látogatja kiállításokat, az gyakorlatilag lemarad, vagy egyáltalán kiírja magát a gazdálkodói körből. Ez sajnos itt nálunk is látszik, hogy nincsen meg az a fajta szakmai tudás, vagy az a szint a szakmai tudásba, ami a mostani körülményeknek elengedhetetlenül szükséges. Ezen javítani kell. Ezért foglalkozunk, mert a legfontosabbnak még mindig a továbbképzéseinket tartjuk, az akkreditált oktatásunkat tartjuk. Vannak problémák, itt azt kellene ugye megértse mindenki, mi nem diplomagyárként működünk, itt kötelező a részvétel, ami tanfolyamainkon, és olyan szintű oktatást tudunk adni szakmai, megfelelő szakmai háttérrel, ami talán példanélküli, főleg ugye magyar nyelven, és hát ezt azért szeretnénk, hogyha minél többen élnek ebben a lehetőséggel, nagy energiákat fektetünk ebbe, és ezt is ugye igazából, hogy ilyen áron tudjuk csinálni az Agrárminisztériumnak, Agrárminisztérium támogatásának köszönhető. Szóval már csak rajtunk áll, hogy akkor élünk-e erre a lehetőséggel, vagy sem. Az baj, amikor valaki úgy gondolja, vagy a gazdatársaim úgy gondolják, hogy ők jól tudják, vagy mindent tudnak. Én szoktam mondani, nem a saját megfogalmazásom szerint, hogy az okos kérdez, a buta tud mindent. Szóval igyekezzünk, hogy inkább kérdező
vonalon vagy oldalon álljunk. Hát ugye látogattuk a társszervezeteknek és a partnerszervezeteknek a standjait, látogattuk ugye a kiállítóknak a standjait és kóstoltuk a termékeit. Azt őszintén mondom, hogy szívet melengető az a fajta sokszínűség és az a fajta ízvilág, ami itt megjelenti magát. Borzasztóan értékes dologról beszélünk. Hihetetlen, hogy ez még mindig megvan, és talán erre is kellene a legbüszkébbek legyünk egyfelől, másfelől pedig arra vigyázzunk, és hogy ezt meg tudjuk tartani, nehogy Isten fejleszteni, már főleg abban a szempontból, hogy mind többen és többen térjenek át arra úgy a termesztés technológiára, mint a termékeknek a gyártásába, amikor ugye a húskészítményt húsból, a tejkészítményt tejből, és nem mindenféle másból, ugyanígy lehet ugye sorolni a pék termékeket pedig lisztből. Ezt ugye azért sorolom, mert nagyon sokszor elmondtam az asztalunknál, hogy itt ugye a dósa termék is kint volt, mint húskészítmény, vagy a Terézia, vagy ott volt Szőke Timinek a sajtkészítményei. Szóval ezek egyszerűen csak erről szólnak. És ez egy büszkeség is, meg egy nagy eredmény is, hogy egy olyan húsfeldolgozó, mint a kibédi dósa, aki nem kicsi, országszinten is jelentős kapacitást képvisel, még ezt meg lehet csinálni megfizethető áron, hogy a húskészítmény az húsból van. Nem kukorica, meg szója, meg a fene tudja még mik. Csak hús. Ja, fűszer, meg só, ugye, az kell bele. És ezt szóval mindenki borzasztó pozitívan értékelte, és ez egy külön büszkeség, megmondom őszintén, és mi mindent meg is teszünk azért, hogy ezek a termékek megmaradjanak, továbbra is ennek ezeknek a termékeknek a megítélése a fogyasztók körébe ugye a megfelelő helyen legyen, meg hát egyáltalán ismerjék, hogy akkor mi az, amit teszünk, és mi az, ami lehetőségként ugye rendelkezésre áll. A mostani marketing és média felület az gyakorlatilag bármire képes abban az irányban, hogy befolyásolja a vásárlókat, akár tudatalatt is, hogy mit vásároljanak. Én szoktam mondani, hogy ezt nagyon egyszerű kivédeni, ha tudatos vásárlók vagyunk. Nekem nem jelent gondot, hogy én hogy szerzem be a húskészítményt, vagy a tejkészítményt, vagy akár a pék termékeket, vagy akár a kenyeret, ugye ebben a szempontból megint egy nagyon fontos kérdés. Az említett cégeknek a termékeit vásárolva, én nem vagyok kitéve annak a veszélynek, hogy hát akkor bemegyek egy hipermarketbe, és akkor amúgy idézőjelben olyasmit vásárolok, vagy hülyeséget vásárolok, ami amúgy pont nincs is szükségem, de a modern marketingnek és média befolyásoltságnak köszönhetően egyszerűen nem tudatosan vásárolok. Szóval mi tudjuk, hogy mi az, ami jó, ez ugye abszolút megfizethető és tisztességes áron elérhető, akkor ezt kell vásárolni. És erre bíztatok különben mindenkit. Eszmecserére volt lehetőség, ugye meglátogatta önöket is az agrárminiszter. Hát ez egy folyamat volt gyakorlatilag. Folyamatosan ugye tárgyaltunk, találkoztunk, stratégiát beszéltünk meg, együttműködési megállapodásokat kötöttünk a szószoros értelmében, hogy ugye a Marosi Gazda Kft. Azt gyakorlatilag most már ilyen Kárpát-medencei szinten is kezd a helyére kerülni. Még a gazdák szempontjából nem, ők ott még egy kicsit mennek ide-oda-oda más cégekhez, de gyakorlatilag felismerték ennek a nagy forgalmazók és a nagy input gyártók, akkor fogalmazzak így, vagy akár vetőmag forgalmazók, hogy mit jelenthet egy ilyen zárt körű értékesítés, ahol gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy non-profiti jelleggel tartunk fent egy olyan jogi személyiséget, amin keresztül a gazdák a lehető legolcsóbban tudnak hozzájutni azokhoz a termékekhez, ami a termeléshez szükséges. A szakmai és közönség programokkal többek között néptánc együttesek, népi zenekarok, autentikus viseletek, hagyományozó mesterségek bemutatói is várták a látogatókat. Sikó László falugazdász elmondta,
A 2021-es Omikra 168 terméket vittek Maros megyéből. Elég színes a, úgymond a színpadunk, és a csűrünk is elég változatos volt, mert 39 termelőnek, nem csak termelő, ebben van népművész, üvegfestő, mindenféle volt, összesen 39-en voltak, és 168 terméket vittünk ki. Ebben van például lajtória, ami a csűrben megtalálható, még az is benne van ebben. A Maros megye több településéről érkeztek a termékek, volt benne lekvár, szörp, savanyúság, friss zöldség, tejtermékek, hústermék, ami szemszájnak megfelelő volt ott kint minden. 64 négyzetméteren állítottunk ki, ez keretén belül pedig egy ilyen lépcsőzetes standon tudtunk úgymond bemutatkozni a termelőknek a termékeit, ahova ki tudtuk tenni. Annyit szeretnék még elmondani, hogy volt közöttünk olyan is, aki a saját termékét ki tudta állítani, de ő nem csak kiállította, hanem értékesítette is. Az RMG standán csak kiállítottunk, nem értékesítettük a termékeket. Kóstoltatás volt, ugyanis pékárút vittünk, amit elkóstoltattunk meg a csapat többi része az elég szorgosan dolgozott. Egész nap ugye volt két kemény napunk, a péntek meg a szombat, amikor nagyon sokan megváltogatták a standunkot, így akkor volt munka is. Ez mellett ugye az idei évben a mottónk az RMG Marosnak a Népi Mesterségek udvara, múlt, jelen, jövő volt. A múltat azt vittük ugye a csűrt meg a csűrbe való hozzávalót. A jelen az mi voltunk, mert élő, egyenesben ott volt mindenki, és képviseltük a termelőket is Maros megyéből. A jövő pedig az a drónokért volt. Ők is kaptak 4 négyzetméter felületet a standunkon, ahol 3 mezőgazdasági drón mutattak be, Maros megyei vállalkozó, úgyhogy elég színes volt a standunk. Innen is mondanám, hogy köszönöm szépen a termelőknek, akik behozták a termékeiket, és az RMG Maros standján vállalták, hogy kiállítsák a termékeit. Már több éves tapasztalatuk van az Omikot illetően. Milyen jelentőséggel bír ez az esemény a termelők számára, hogy a terményeiket elviszik Budapestre, vagy illetve pont ők vihetik el Budapestre személyesen önök által? Hát visszatérőként elég sok újdonsággal is találkoztunk, de nagyon sok visszatérő vásárló keresett meg, vagy klienskör, akit tudta, hogy követte például egy Facebook oldal, Facebook bejegyzést, hogy igenis lesz az Omik. Ezelőtt 2 évvel vagy 4 évvel, ha találkoztunk az eseményen, akkor visszatértek. Egy érdekes is volt, már egy termelőnek, már az első, én a harmadik alkalommal vettem részt az Omikon, ugye 2 évente szervezik meg, és most jött oda, hogy azóta nem járt még Erdélybe és kereste ezt a terméket. Úgyhogy most sikerült kapcsolatot teremteni, megoldották, úgyhogy jövő tavasszal, ha Isten is megsegíti, akkor jönnek és meglátogassák a termelőt. A másik fele pedig, ugye mi is nőttünk, évente mind nagyobb-nagyobb területet kapunk támogatásba az Agrárminisztériumtól, így színesebb a standunk is. Lehet az idejében egy kicsit magasra emeltük a mércét, ugyanis kedves kollégákkal nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy összejöjjön, főleg az utóbbi 3 hétben. Ugye nagyon nagy lehetőségek voltak benne, meg színes volt, ugye az Omik hozzácsatlakozott a Nemzetközi Vadász és Halász Kiállításhoz, ami sokkal több embert vonzott be, nagyobb volt a látogatottság, úgyhogy pozitívan jöttünk haza, fáradtan. Ugye nap mint nap vendégeink voltak a csűrbe, hol úgymond kapcsolatépítés szempontjából volt a VIK vendégeink, de volt a hagyományőrzés szempontjából, például Maros megyéből a Maros Művész Együttes szombaton meglepett egy fellépéssel, ami nem volt bekalkulálva, még nekünk se. Befértünk a csűrbe, hál' Istennek úgy jöttek, és vasárnap pedig a budapesti Korvin Közgáz néptánccsoport láttuk vendégül, ők 2 koreográfiával készültek, ahol Maros megyei táncokat mutattak be, úgyhogy velük zártuk az Omikot. Együtt zártuk közösen, ugye az egész Kárpát-medence ott volt közösen mindenki a színpadnál, úgyhogy
felemelő volt. A korábbi években folyamatosan nőtt az érdeklődők száma, idén is nagyon sokan kíváncsiak voltak a kiállításra, hiszen nem különálló rendezvényként, hanem a vadászati és természeti világkiállítás kísérő rendezvényeként valósult meg a Hung Expo területén. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra jövő héten kedden!